Műsorunkat a Hitspace, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneto Music Group. Ugorjunk át a monitor hangfalakra. Ugorjunk át. Mi történt 2023 a, a monitor téren? <sínt> <sínt> én csak azt abba, én nem tudom, hogy melyik évet írunk, tehát én amikor izé, mindjárt befejezem a videómat, és akkor két hónap, ez az MT48 mm. volt, ez a DaVinci Resolve, tehát két hónapig csak azt a videót csináltam, alig foglalkoztam cégügyjel, leraktam a gyereket, mentem videót vágni. De ami a napra ide föl van írva, ugye az van, hogy a najmannak kijött KH80, KH122, meg KH150, ezek ilyen beépített digitális, szerintem az erősítők D-osztályú lesz. Ezek a kh eddig is jók voltak. És ami a legfontosabb tulajdonságuk szerintem, de most lehet, hogy be fogok égni, de én úgy tudom, hogy hogy lehet beléjük izé ilyen korrekciós, vagy valamilyen igen, room ezek korrekciós ezek dolgot csinálni. ipad ott tudod Igen, igen. Ez egy, nem egy haszontalan dolog. Én még egy kicsit óckodok ettől az egésztől, majd elmondom, miért erről is akarok egy külön videót csinálni. Ha a szobádnak az... A, tehát, na, ez egy, ez egy legit elvárás szerintem. Tehát, hogy hogy beleraknak egy olyat, hogy azt hiszem vel vagy nem tudom mivel, hogy lehet korrigálni. A, tehát, hogy benne van az a rész, ami a masteren csinál egy korrekciót, hogy a szobádnak a kioltásai, meg a kiemeléseit kompenzálja egy ilyen ellen EQ görbével. Erre ha, majd, majd mindjárt kérdezem. Ha, ha valaki nem érti, nyugodtan szóljon, mert, mert akkor, akkor még részletesebben tárgyalunk, de ugye az van, hogy a szobádban megszólal a hangfal, az nagyon elcsavarja a, szobád, a szobádnak az akusztikája a hangját, és akkor nem azt hallod, és akkor ez lehet egy részét, nem minden, de lehet mondjuk a frekvencia választ valamilyen szinten korrigálni. És erre szoktak szoftvert használni, erre van a SundiD, vagy vannak hardverek, az a beépített dolog, meg a mindjárt mondod, hogy melyik az a francia cég, aki csinál hardvert, a milyen room korrekciós dolog. Jaj, tudom, melyikre gondolsz, tudom. Be fogják ki. Trinov. Trinov Audio. Nagyon sok pénzért, szerintem fölösleges, és szerintem minden hangfalba, azt hiszem az edebekbe is van ilyen, abban is van ilyen digitális izé, SundiD is. Kereszkérdés oké, okay, hogy bizonyos dolgokat ki lehet elkúzni, ami nincs ott, de mi van a fázis a fázis kioltás az eq hibákat csinál. De mi van, mi, az álló hullámokkal. Tehát, az. hogy, de, de, azt nem, hogy, hogy el, tehát, hogy, tehát, hogy a, ami nincs ott, az hogy elkúzod vissza, érted? Az csak ott van, csak halkabb. Tehát halkabban, tehát a kioltás az azt jelenti, hogy az álló hullám, ami a szobádnak a fizikai dinamenziójára jellemző. Tehát, hogyha a szobád... Tehát az, a, az a, hullám, ami pont így befér a szobádnak így a falai közé, mert akkor a hullám ja. hullámhoz, mint maga a fal, vagy annak többszöröse, az így visszaverődik, tehát ugyanott találja el, és akkor ugyanazokat a frekvenciákat fogja emelni, meg tehát nem szűnik meg a frekvencia, csak gyengébb lesz, tehát lesz egy egyenetlenség. És, és azt egy vissza tudja hozni, nem most csak ilyen... Vissza, vissza, de nem tudja visszahozni a, a, az olyan dolgokat, mint a group delay és nem tudja visszahozni azt a problémát, hogy elmozdulsz a, a, a lehallgatóhelyről. Tehát, hogy a, a, a szobakorrekciót azt a lehallgatási pontra tudod beállítani, és csak oda. Mindenki próbálja ki nyugodtan, berak egy izét, berak egy, 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 színusz hullámot, mondjuk 110-es izé frekvenciával, 110 Hz-es beraktok Abletonnak a teston generátorával, és így elkezdtek mozgatni a fejeteket, föl, fölálltok, meg leálltok, és azt fogjátok hallani. Szóval nagyjából azt mondod, hogy akkor ezeknek a korrekcióknak valami fajta van. Van, a van. Nem, nem tudja megoldani, ha a hibása, tehát azt nem tudja pótolni, ha nincsen kezelve a szobád akusztikailag, idő problémákat, tehát csörgő vízhangot, tehát te, te tihanyi mm -hmm, vízhangot mm -hmm. nem fog meg, mert idő, időbelizéket nem szed ki. Ja. Na, itt az a kérdés, mert mindig ez mindig szokott feljönni kérdésbe, hogy eddig mindig a kalikat mondtuk itt a belépőre, változ, változott-e itt a mondjuk a belépő esetében? Mm -mm. Szerintem nem. Mi a kövi lépcső? Ezt tavaly is megkérdeztem. Többieket kellene kérdezni. <laughs> Majd akkor a srácokat én, 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 én most a, amiben, amiben így tudok, amiben azt mondom, hogy viszonylag nagy magabiztossággal nyilatkozom, az a hangkártyák, a drágább hangfalak, a mikrofonok, bizonyos szintetizátorok, meg outboard. Na ez is szerintem, ez se kevés, de te az ilyen, mindennapi ügyeknek, hogy ebbe a belépő szintű kategóriákban mi a nagy megfejtés, azt a kollégáim, őket érdemes lesz erről megkérdezni, biztos vagyok benne, hogy... De úgy hogy a Kali LP6 az még mindig mindent visz. De mondjuk a ez a kis mondjuk a home célra, mondjuk szerintem nagyon jó. Nagyon jó, csak az egy másik kategória Persze, persze, persze. Hát nyilván jobbak, mint a Kali. De Akkor a... följebb is vannak. De én mondjuk egy, egy kezeletlen szobában ennél drágábbat is speciál nem vennék most mert mondták azt igen, hogy, a generákek annyira nem érzékenyek a, a szobára, ez nem tudom mennyien urbá legenda. Az urbá legenda. ezt, nagyon szerették mondogatni. Minden olyan hangfal, ami operál a bass azoknak, azoknak az ilyen, szobaproblémák, problémák, azok hatványozottan. Zárt doboz. NS10, atc -k. ezek. Tehát, tehát tulajdonképpen, hogy van az a szint, ami után nem érdemes drágább hangfalat venni, amíg nem teszed rendbe a szobát. Egy csomó esetben. Tehát, hogy kvázi ez a, mondjuk ez a 200 itt bezárólag, ez, ez tényleg lehallgatásra van, és valószínűleg igen, mert, mert, mindig, mert sosem érdemes azt csinálni, hogy az egyik részét, tehát mit én, te ha a szoftvereket használsz kizárólag, akkor minek vegyél 4 millió forintért monitor hmm. monitorhangfalakat? Érted? Tehát, vagy akkor nem az, tehát, hogy nem fogsz összepárosítani egy STM50-et egy Scarlett harmadik generációt. Nyilván már, hogy láncokban gondolkod. Tehát, hogyha annyi pénzed van, hogy tudsz többet költeni egy monitor hangfal, akkor bizony föl fogsz rakni akusztikai paneleket, meg kihívsz egy akusztikust. Valószínűleg a fordított az jobb, tehát, hogy először oldod meg az akusztikát, és utána veszel hangfalat. Addig meg fülhallgató. Na, vagyis mindjárt, fejhallgató. Mindjárt Itt van itt, hogy ha, ha, ahol adott frekvencián teljes kioltás van, hogy biztos, hogy a room correction esetben nem lesz szintén teljes Nincs Teljes Sziasztok, a Jenek nagyon is érzékeny a szobakusztikára, én azzal elértem sokkal jobb hangzás fel, hogy 90 fokkal átrendeztem a helyiséget. Uh -huh. Tehát itt akkor itt a lehallgató pozícióval játszott. Így van. Mr. Hopkins. Ö, és akkor beszélgessünk még az SMC 25-ra, aztán megyünk a kérdésre. SCM 25, ATC-nek új monitor onnan gyakorlatilag ipari sztendernek számító SCM 25-ös upgrade-elték. <kül> uh, tulajdonképpen az történt, hogy a ATC ugye azért azért számít ilyen izének, ilyen húha hangfalnak, mert saját maguk gyártják a, a sugárzókat. Ez nem volt igaz a magas sugárzóra, a WIFA magas sugárzók voltak. Az első hangszor, hangfaluk, amiben a Wi-Fi Twitter lecserélték a sajátjukra, mert azt mondták, hogy addig nem fogunk nem fogjuk erőltetni a saját hangsugárzóikat, mi nem tudunk csinálni jobbat a wi fi Belerakjuk a legjobbat, amit csak lehet kapni. Ezt meglépték, és az SCM12 volt az első, aminél kicserélték a magas sugárzót, és utána elkezdték updételni a terméklánynak a többi darabjait. Tehát az SCM45-ben már az új magas volt, és most az SCM25 is megkapta, úgyhogy elvileg jobbak a magasai. Na, jöhetnek a hangfalas kérdések. Akkor vissza. Kérdés. Nagyon jó az SCM 25 MK2 különben. És a még valamit, reklámhelye, vannak eladó SCM 25 MK1-esek elég jelentősen leárazva. Többek között az enyém is, amit otthon használtam. Dinaudio Elipsilon 48 Mi a véleményed róla? Én a lideknél elvesztettem a izét a fonalat, tehát annyira rosszak voltak. A Dinaudionál mindegyiknél, mindegyiknél egy rosszabbat csináltak. Mi még a Tamáskával a BM15-ösön kevertünk, ő kevert, én, de jó, elnézést, hogyha így mondom, szinte minden felvételen ott voltam, engineerkedtem, vagy izé valamilyen szerepet vállaltam, még hogyha ez nem is kredit rendszerrel működött, de ott laktam vele meg, izé, tehát hogy bezárt a hitspace is, itt együtt nyomtuk a, a pingpong stúdióba érden, BM15-öt használt, és az még egy elég jó hangfal volt, azon azt gondoltuk, mert volt náluk Genelec 1032 is, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon hasonlóak, aztán egyszer hallottuk őket ugyanazon a helyen az Audmax-nál, és kiderült, hogy nem, és a Genelec javára, és az összes többi generációnál mindegyiknél lefaragtak valamit, és minden MK, MK2, MK3 az így lefele volt, és amikor megjött az első lid, az akkora csalódás volt, gyerekek, hogy ezt nem is, tett hogy kínos említeni, de komolyan, hát kínos most nem tudom, hogy a legújabb lead az ehhez képest, hogy bizonyul, de, de én nem tudom, hogy hány generáción keresztül romlottak a Dyna. Most a Dyna egyébként nem Beringer, tehát nem ugyanahoz a csoporthoz tartoznak, teljesen véletlenül. Most mindenki csak tartozik mindenhova. Várj várjál, nem. Nem megnézem Most a TC az ugye Beringer. Hát most a, a... Uh -huh. Akai is oda került? Vagy nem. Az Akai hova került? A, a Munk került a... Ugyanoda került, a, a, mint az, az Akai e-music? Akai, az e Vagy e nem tudom. Nem tudom, fölösleges nem akarom mondani, de, de mondom az első lidek, amiket rögtön megrendeltük, hogy hú, megnézzük, mert, mert Dynaudio, de gyakorlatilag szerintem a Dynaudio úgy kiiratkozott a, a profiligából az alkotásaival, hogy izé, MK1-en MK1 kívül ne vegyetek Dine -t, ez t ez a tanácsom. Tehát, hogy csak MK1 es hogyha találtok akkor azt. Eddem Audio a 7 v Nagyon érdeken erről egy átfogó vélemény. Sok helyen magasztosítják, hogy budget kategóriában ez a csúcs. Uh -huh. Mi a véleményem? Vélemény. Uh -huh. vélemény. Uh -huh. <laughs> uh, ez egy szubjektív dolog, mert mindegyik entry level hangfalnál butaság lenne azt mondani, hogy egyik jobb, mint a másik, mert mindegyiknek van valami, amin javít az előzősz képest, vagy egy másikhoz képest, és Javít az egyik paraméteren, és ront egyet a másikon, tehát mindig ilyen trade-off van. Én azokat a magas sugázókat nem tudom megszokni, a van, aki meg azt szereti, tehát én nem fogom ezt senki helyett eldönteni, meg így nyilván az ízlés az egy ilyen típusú dolog. Én, én nem szeretem az EDEM hangfalakat, de azért van a, ez, a, ez a szoba, amit most nem láttok, de ha megfordultok, akkor egy ilyen jó nagy szekrényi hangfal, és meg tudjátok hallgatni, és aki, akinek a, az Edem tetszik, jobban nem fogjuk lebeszélni, nem fogjuk azt mondani, hogy te mire, mire, hogy, mire gondoltál. Én csak azt tudom mondani, hogy az LP6-os kaliból torony a legtöbbet viszik. És úgy tudom, hogy az Edemnek ez a, ez a, ez a, ez a kategóriája. Szóval, hogy ja. Barefoot Footprint 02, Nagyon vagy SMC szeretik. 12. Nagyon Vagy más. mindig mondom. Nagyon más világ. A, a barefootok -ok azok a méretről, meg a teljesítményről szólnak, iszonyatosan hangosak, és nagyon mélyre mennek, és ehhez képest nagyon kicsik. Az RTC-k meg a precízióról. Megint. Tehát, hogy melyik a fontosabb. <hül> én amúgy, én, én szoktam meg különbséget látni, tehát mondjuk olyan bizonyos nem mint elektronikus zenei előadóknál, én PMC-t látok meg barefootot javarészt, és ha... PMC-t az... PMC-ket látok. Nagyon, nagyon sokat. Nincsen ő... mély, tehát nincs mély a PMC-knél. Ha, ott bárki jöjjön, hallgassa, meg ott vannak a falon, le lehet venni. Nem fogod a, a, a bb sincs semmi. Jó, de a bb fáj az nem az a kategória. Na, tehát én, most... én, a, én a beszélek. <hül> na oké, okay, a BB5 az egy másik, másik izé. most a, ami a, a, megfizethető kategória, tehát most azt mondom, hogy a PMC-nek a Result X az azt hiszem, hogy ilyen, ez a sub -100 kategória? Tehát, hogy na, vagy valami hasonló árban, mint az SCM12, az MCM12-nek hozzá képest ilyen felfoghatatlan mennyiségű mélye van. És arra azt szokták mondani, hogy így éppen, hogy elég. Ja. Tehát, hogy, hogy a be, tehát amikor azt mondod, hogy, az, hogy elektronikus zenére PMC-t használnak, akkor így fél... Szé... Rend, ilyen BB5 fokat látok, tehát ezekben a stúdióban. A BB5, tehát, az, az nézzük, tudják, lírok. hogy miről van szó? Mond, mondd el akkor, a, tehát a, a az egy más liga. A, először is a BB5-nak teljesen más a topológiája is. A összes PMC, azok d erősítőkkel működnek, tehát ezek a digitális erősítők. A BB-5-ot Brystonokkal adják, Bryston crossoverekkel és Bryston izé, erő, ö, mosfet AB fogokkal. Tehát még csak a felépítésük, még csak az erősítőkben sincsen semmi közük egymáshoz. Ez az tök másképp szól. Én hallottam a BB-5-ot szólni egy előadó terembe, Szilkel, az AES-en, együtt hallgattuk meg. Hát így impresszív volt. Na de, érted, de de... ATC-ből tudsz megint ugyanazt venni olcsóban. Mert az a probléma, hogyha PMC-ből meg akarod kapni ugyanazt a frekvencia, de és igaz a barefootra is. De a barefootnál, a, mit én, ahhoz, hogy megkapjad azt a mélyet, azt a mennyiségű mélyet, amit tud a mikromén 27, abból, SCM, abból ből kell venned egy szár SCM 150-et, ami szerintem két és fél háromszoros már. Meg méret. Tehát 150 literes az SCM 150. a, a izénél, PMC-nél meg még, még, még többet kell fizetni ugyanezért. Tehát, hogy ha nem BB5, de ha BB5, jó. Tehát, mm. Ha az az hogy bármennyi pénz van, akkor viszont akkor a BB5-nak megint vannak ellenfelei. FCM7-hez milyen szubot tudnánk? Én nem e -hát. szeretem a szubos megoldásokat, de FCM. de ez megint egy olyan nagy téma, hogy, hogy ezt ki lehet kísérletezni. Nem tudom megmondani. Az FCM7 ez ugye úgy hívják, hogy bookshelf speaker, tehát könyves polc mm, hangfal. A kis stúdiókban, amit otthon szoktak lenni, ez a 10-12 a fő probléma a mélyálló hullámok. Beraksz egy SCM hetet, annyi basszusod lesz, hogy megőrülsz. Mm. Most kérdés az, hogy kell-e izé oda szub. Az SCM 7 is lemegy, tehát nem az, ne úgy képzeljétek el, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy hangfal 80 Hz-ig az nem azt jelenti, hogy 80 Hz 4 mínusz végtelen az izé, hanem akkor azt jelenti, hogy ott elindul mínusz 12 dB-vel per oktáv, vagy még nagyobb. De nem, nem. a bass reflexeknél mínusz 12 dB, a, a zártaknál meg mínusz 6 dB-vel megy lefelé a görbe. Tehát, hogy ott vannak a izék, csak, csak egyre halkulnak ezek a mély frekvenciák. Viszont a izék az otthoni hangfalak meg ezt erősítik. Ezért szokott baj lenni a generekkel, amit az előbb kérdeztek, mert ott ugye megvan még nyomva egy kis huplival, a bass reflex azt csinál egy huplit annál a pont körül, ahol letörik a frekvencia görbéje, az összeütközik a szobádnak a izéjével, ezzel a felpumpálódott izé rezonáns mélyével, az semmit nem fogsz hallani. Egy scm 7 nek meg tök jó olyan kérdés az, hogy be akarsz -e rakni még emelni egy szubot. Én nem, nem, szívesen. Én azt mondanám, hogy ha szub kell, akkor inkább vegyél egy scm 12 t és az mélyebbre megy, mint az scm 7 Eleve szerencsésebbek a 2.0 rendszerek a 2.1-hez képest, mert ott még külön hova rakod le a szubot, nem mindegy. Na, és akkor itt a dolbira. Dolby. Milyen, milyen hangfalak? Most, most, a, a Dolbival, tehát hogy most az Atmoszról beszélünk. Mm, igen, beszéltek pár szóban a Dolbihoz hangfalakról. Erről volt pont egy adásunk, voltunk múlt héten. Milyen következtetésre hét, és... jutottatok? Én, én, azt, amit beszéltünk az is, hogy nagyjából én kettőfajta dobbi rendszerről hallottam, amit így építettek, vagy generekből építettek, akkor három, vagy, ATC -ok, vagy atc Naimanok, vagy generek, ez a három, amiből így nagyjából építettek. És, ez az érinti az otthoni stúdiózó sokat? Abszolút nem, tehát. Nekem a személyes véleményem, hogy az Atmos szerintem scam. Tehát... Min, szerintem, mint a 3D TV. Igen. Tehát, tehát átverés konkrétan, az Apple akarja erőltetni, mert ugye ezért neki licenszeket kell fizetni, és ezért cserébe az előadókat állítólag, akik izének van Atmos verziója, azt előre Nem sorolom. állítólag, ez tényleg, ez téleg. csak én gondoltam, de akkor örülök, ez ez, 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 téleg, ez, ez tényleg így van, és most És, ő, és akkor ezért a stúdió több pénzt, meg nehogy már a paraszt otthon az kis stúdiójában már megverti a drága konvertereket, és akkor most ő is tudjon olyat csinálni, mint a Blackbird, vagy a nem is tudom micsoda. És most kitaláltak valami hülyeséget, amit a paraszt biztos, hogy nem tud magának otthon megvenni mert ahhoz kellene egy megfelelő szoba, meg izé. Én hallgattam Atmos mixeket, és így szarabbak voltak, mint a stereo. De lehet, hogy csak én rossz merítést csináltam, de és eleve rohadt idegesítők voltak azok a felvételek, amik ilyen feature-ökkel csak forgatod a fejed, azt így váltott. Hogy? Nem, nem is értem, hogy mi akar lenni. De uh, de az is egy legit dolog, hogy azt mondja, hogy valaki ebből pénzt akar csinálni, és mert hogy erre van piaci igény, mert van. A mert díjra már úgy van, hogy feltöltöd a stereo verziót, feltölted feltöltöd az atmosz verziót, és az külön, külön csörög a kassza az atmosznál. Itt ez, ez nekik a, a, a szuper. és ezért most mindent újra kevernek. Kéri be a katalógusokat, és mindent újra kevernek. Ez, ez nem másról szól, mint a pénzről, csak a kérdés az, hogy a füleseken kívül hol fogja ezt az átlag ember lehallgatni. Mert hogy a fülesedbe tudod, az Apple fülesedbe ez a gyroszkópos megoldása... De, de, de az Apple de... füles is hogy szól? Tehát, hogy... Nekem van, én nagyon szeretem, melyik, hogy e, amikor a gyereket tartatom, és nem akar másféleleg elraudni, akkor benne van Ez a fejhallgató, vagy, vagy, az Air, vagy Air. A, a bedugós Airpods? A bedugós. És ez a Pro? Uh -huh. De akkor abban van egy gyroszkóp, nem? És ahogy, és ahogy mozogsz, akkor úgy Rosszul pakolja az objekteket. Tehát amikor meghallottam, hogy ezt csinálj, már nyújtam is, hogy hol lehet kikapcsolni. Uh -huh. Úgyhogy... De, de egy kicsit elnézést, tehát ez nem, nem volt profi, de kellett volna érdem annyival, hogy azt mondom, hogy szerintem szkem, és akkor nem nyilatkozom a témából, és nem, nem egy kicsit ömlengeni, de... de el, egy kicsit ilyen... érték jelen... hogy önmagában mit gondolsz az atmoszról, úgyhogy válaszolnod kellett volna, de, de szerintem már megszúrták, hogy, is hogy általában őszinték vagyunk a, a, Mert Na. Mely kicsit konzervatívak ebből a szempontból lehet, de lehet, hogy az élet rám cáfol. Ez most csak. Én most a logikusan gondolkozunk, akkor tud rátszáfolni az élet, hogyha mondjuk otthoni felhasználás tekintetében olyan eszközök megjelennek, ahol ezt, ez, ez élvezhető. De vagy hogy ilyen, vagy egy olyan környezet, De, de Megnézel sok mi úgyük, Béót, és ha mutassatok egy valamit, ahol ez így tényleg olyan, hogy itt csettintek egyet, az úgymond, hogy na, ez nagyon ki. Mert az, hogy azt mondják, hogy a víkend ezzel csinálja azért a felvételeit, hát jó de a víkend az bármivel csinálhatná a felvételét, mert ott van, hogy ő, és az rögtön már csak a kíváncsiság miatt meg fogják nézni, 10 millióan bármit csinál. Nekem egy kicsit, én egy kicsit máshonnan indulok ebből. A... Én amúgy hallottam jó Atmos mixeket Atmos stúdióba, de nem ugyanaz az élmény, mint Fülesbe. Kettő teljesen. Mert. Igen, csak akkor azt mondják, hogy akkor mi az, ami, mi az, ami, ami változik egy atmoszban. tehát mi az, amit hallanom kell. Most nem a minőségéről beszél, hanem hogy Kreatívan tudsz játszani azzal, hogy hova pakolod a backing Na tudsz... most is tudok, azzal is tudok kreatívan hát, játszani, most is. Hát csak gondolj bele, hogy ülsz egy, egy atmosz rendszerbe, és akkor hátulról jönnek szó szerint a backing vocáló... Nem akarom, hogy hátulról a backing vocal, mert egy koncerten, mert amikor előttem vannak a zenészek, sem, tehát hogy nem lehet teljesen függetleníteni a, a fizikától, tehát amikor egy... Nem, nem, nekem, nekem tetszik, csak, csak nem, nem látok reális ö, esélyt arra, hogy az egy átlag ember le fogja tudni ö, hallgatni otthon, nem fejesbe. Jó, mindenki döntse szerintem az, hogy érdekes-e, hogy mögülre jönnek a vokálok, tehát, hogy egy kórus közepén állsz, ha jól értem. Igen, konkrétan. Hát, mert ezeket automatizáló, stb. Mint a, mint a moziban rendesen, csak uh, nyilván itt egy kicsit szélsőségesen van állítva a dolog, hogy demozza a, a képességet. A már ez is volt, mindenki halálba vette az ilyen házi mozi rendszereket, ahol mögötted is volt hangfal építve. És akkor mi lettek belőle ezek a projektorok és a rossz, végén? Igen, és rosszabbak voltak, mint a, mint a sima, vettek volna a jobb minőségű stereo hangfalat, tudod. <laughs> Jó, menjünk tovább. Rocket 5 g Passzolom a kérdést. Én is passzolom. Eee, nézzük még, mi van. Haverom, Jama a hs et választott, mert azt mondta, hogy ebben az árkategóriában ez a hangfal, amiben nincs semmiféle DSP. Ez hogy működik? Egyébként hangfalban lévő Elko és crossover digitek? Na, egy csomó hangfalban nincsen DSP. A DSP az önmagában nem az ön, ö, nem a ördögtől való, de érdemes tudni hozzá, hogy most akkor ez hogy viszonyul a többi konverterhez képest. Tehát például egy Edem hangfalva levő konverter, az nem gondolom, hogy megütni azt a szintet, mondjuk, mint egy Apollo X. De önmagában az, hogy egy erősítő analóg vagy digitális, ez szerintem nem, tehát nagyon jók a digitális erősítők. Amit mi csinálunk, ez a PP150, ez is digitális erősítő, nem tudtuk megmondani a különbséget az analóg saját építésű izén között meg a helyesítő. Hány... És egy nagyon cuki is erősítő, Én most tesztelgettem, nagyon cuki. Küldtünk neked egyet. Ilyen, ilyen kis aranyos, nagyon jó működés. Aha szóval, hogy ilyenben nincsen, megyébb jellegű tényezők, tehát nem azért kell venni a H7-et, mert hogy az analóg, hanem azért, mert jobbnak hallod, mint a többi hangfalat. Ezt a szilknél is nehezményeztem, hogy ő néha átment ilyen fizikusba, hogy akkor ő megfejtette, hogy mert az amiatt a rész miatt, de ez így nem így működik. Tehát a, azért a, Forma 1-es sem az, azzal döntik el, hogy az autó nyel, amelyiknek most izé a tengelyére lead nagyobb forgató nyomatékot, hanem lássuk, hogy az autó mit tud a pályán, hogy kanyarodik, hogy viseli az egyéb körülményt, hogy az egész rendszernek az összes teljesítménye számít, nem tudod kiemelni azt, hogy most ez a valami, ez most egy annyira nagy true, lehet, hogy az összes többi alkatrésze lehet, hogy ugyanannyi múlik, ha nem több. Úgyhogy <kül> nálunk tényleg az van, hogy bejöttök, és ugyanab, ez a lényeg, hogy ugyanabban a szobában tudjátok meghallgatni a hangfalakat, mert otthon teljesen másképp fognak szólni. De ugyanabban a szobában meg tudjátok mondani az egyes hangfalak közötti eltéréseket. Ez az, ez az, egészben a nagy megfejtés. Egy olyan zenén, amit ismersz. Ne, tehát ne, a, fáradtsággal a fáradtsággal spóroljál. Ha jó döntést akarsz hozni, akkor nem a haverodva hallgatsz. Én, én készséggel elhiszem, hogyha valaki azt mondja, hogy a Rocket most mindent ver ebbe az árkategóriában, vagy hogy izé a, az Atmosz most az nagy megfejtés, először én szeretném hallani, és akkor majd majd én majd eldöntöm magam. Na, két kommenter, aki hallott is ilyet. Voltam egy két napos Amsterdami Dolby Atmos eseményen, elég vagány volt. A legfontosabb érvük, hogy kompromisszummentesen tudnak így keverni, és mostanában már az autóba is beleépítik a dolby -t. Na, ezt én is hallottam, nekem mondták kint az ebi-ben, hogy most az lesz a nagy iziguritás, hogy az új tesla beteszik. Csak kérdem én, és mindenki ezt kérdezte, nem baleset veszélyes egy ilyet beletenni? Érted, Én hogy mindig az értelmét, e, tehát hogy egyrészt nulla értelme, de gondolj bele, hogy jönnek a, a szirénázó ö, rendőrautók a Snoop Dogg zenébe, mert füvezett, vagy izé, fuck the police. most csak mondok egy, egy ilyen esetet, nem teljesen balesetveszélyes az, hogy különböző térbeli hangokat hallasz a zenében. Lehet, teljesen hülyeségről beszélünk, elmondom, mi jutott eszembe. <kül> Azért a népeknek a hallása, az fino, tehát Tehát nem, általában nem szokták, nem szoktak így a hanggal foglalkozó emberek felkészülni arra, hogy a konzumereknek a hallása az mennyire hol, hol áll a miénkhez képest. Mm. Ugye szokták mondani, hogy YouTube az nem olyan minőségű, mint a linár. Mm. Na nem erről a kategóriáról beszélünk. Elmondom a következő történetet. Csávó Amerikában izé leült a közönségbe hallgatni a zenét, és elment a hangosítást, és a színpadról csak a front hallották a izét. És így hátra kiáltott a fognak, hogy izé, hogy elment a hangfal, és, szó, és, szóltak a mellette ők, hogy fejezze be, mert nem hallják a zenét. Tehát nem hallották azt egy koncerten, hogy a frontmonitorok elmentek. Miért akartam ezt mondani? Azt, azért akartam, hogy az emberek, akik, akik nem nincsenek ilyen típusú izé füllel nem rendelkeznek. Azt viszont hallja, hogy szól a kórus, és az lehet, hogy tetszik mm -hmm. neki. Tehát mi ne akarjuk eldönteni, ne, ne, tehát én nem szeretek. Valid. Én nem szeretek uh, elit, elitist, elitis, eliteskedni. Tehát nem, hogy, ez nem, ez ha nem valakit azt szórakoztatja, hogy, hogy hát ez tök jó pofa, ez egy ilyen jó cirkuszi mutatvány, nem, nem, nem degradáló, hanem, hanem egy olyan párhuzamot mondtam, hogy izé, hogy ez egy ez egy mutatós dolog, és ő ezt élvezi, akkor tök jó, és akkor lesz igény az albi, a Dolby Atmos izére. Engem, mert én kénytelen vagyok saját magamból izé kiindulni, én nem, nem látom, hogy mi az, ami a pluszt hozná. Nekem én nem, nem arról akarok csodálkozni, hogy honnan jön a hang, hanem hogy milyen a dal. De, Sziasztok, melyiket ajánlátok inkább? Generic 80, 40 vagy Neumann KH 150? Amelyik jobban tetszik. De tényleg, tehát nem, 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 akarom a kérdést eltolni magamtól, én bajban lennék, ha ezt a döntést meg kellene hoznom. Igen, és itt van egy komment is pont erre reflektár. én bementem hozzátok, és valóban hallható volt három azonos kategóriájú hangsúlyozó között a difi. Igen, és az a lényeg, hogy neked mi a szempontod, tehát például akik nem izé minimál technót csinálnak, azok művén akusztikus zenét szeretnek hallgatni, azok nem fognak ragaszkodni a mélyekhez annyira, tehát nem annyira fogják figyelni, hogy a mélyek azok mennyire precízek. Ezért Aki meg minimált a... csinál, az meg nem érdekli az, hogy a zongorát most, most úgy szól le, mint a valóságban. Tehát, hogy mindenki más szempontjai vannak. Az egész, amikor te hallgatsz egy zenét, akkor a zenét nem tudod egyszerre hallani. Tehát nem tudod, me meg, nem tudod az egész spektrumot áthallani elejétől a végéig. Ez ugyanaz, mintha ránézel egy felhőkarcóra, csak úgy tudsz rajta végig, nem, nem, látod az egészet egyszer, vagy távol nézzük, az egészet látszod, de akkor nem látod a dítéleket, nem, nem látod, hogy az most ablak, vagy erkélyajtó, de ha közelebb mész, akkor meg így végig kell rajta nézned. És amikor te is zenét hallgatsz, és ábi összehasonlítod, csak akkor is figyeled, hogy most az ének, most a lábdob, vagy a hi mindig egy dologra fókuszálsz rá. Mindenkinek vannak ilyen becsípődései, mert az az előző hangfalán nem hallotta jól a mélyeket, akkor a mélyekre fog nagyon figyelni, és akkor azt fogja díjazni, hogyha, abba, hogyha az a hangfal neki, hmm. az is. Például az APS-nek a klasszikja, a legjobb, ha hát a mély visszaadásra kell, akkor azt a hangfalat vegyétek, mert annak a legpontosabbak a mélyei, azt például tudom, mert azt összenéztem, és pontosabbak voltak, mint a Geneleknek a 80-30-osai, mondjuk. Minden másban meg rosszabb volt. Tehát azt mondod, hogy a... A, a, egy értékes és mindig pillanatnyi fókusznak az eredménye, hogy éppen pillanatnyi... mire Ki mekkora a hangsúlyt fektet az adott kvalitásra? Kinek fontos a hangerő? Kinek fontos a tiszta közép? Kinek fontos a szub? Hogy izé, hogy a gyomrában érezzed, hogy szóval nagyon különbözőek vagyunk, és nem, ne, én, én nem tudom az én szempontjaim. Ráadásul én azt vettem észre, hogy én mindig a kisebbséghez tartozom. Tehát jellemzően, amit én csinálok, az nektek valószínűleg nem fog tetszeni, vagy nem lesz jó, és azt én tudomásul leszem. Mm -hmm. És uh, ennyi. Koaxiális hangfalokról mi a véleményetek? Például Pressonus-szkeptikus. Uh, megint arról hangfalat. beszélünk, hogy a koaxiális az egy technológia, megint az összkép számít. A koaxiálisnál az, hogy a, az, hogy a, de a koaxiális hangfal azt próbálja megoldani, hogy fázishibák legyenek a a sugárzók között. Az ATC az nem csinál koaxiális hangfalat, ők úgy csinálják meg a, a doboznak a tervezését, meg a nyílásait, mert ezek a beföl, meg ezeket a ezek a waveguide -ok, meg ezek mm -hmm. erre valók, hogy ezeket a hibákat megszüntessék, mert ő nekik ez nem fontos. A Presonus, vagy a nem tudom kicsoda, meg ezek szerint ezzel próbálkozik, de megint attól nem lesz jó egy hangfal, mert koaxiális hangfal, mert koaxiális a sugárzója neki, hanem még ott van az összes többi mögötte. Az erősítő, a crossover, az akusztikai tervezése, nem tudod kiragadni egy egyes paramétert, bejössz, meghallgatod, és hogyha neked az volt az élmény, hogy neked a, a crossovereknél jelentkező fázishibák okoznak, ez a fésű effektus, az zavar téged ez a monitorozás közben, akkor valószínűleg nagyon fog tetszeni a Presonusnak ez a koaxiális hangfala például. Pioneer ha RM07. Ugyanez, koax. E... Nem volt nagyon népszerű. Ja. De mi azokat az embereket is kiszolgáljuk, akik pont ezt az egyet szeretnék megvenni. Tehát, hogy nálunk van ez is. Általán... tehát a, a nincs ilyen ultimate <kül> megoldás. <tört> azért, mert különben, ha lenne, akkor mindenki csak ugyanazt venné, de nem az történik. Tehát azért van ekkor az, ennyi sok feles. hangkártya, meg ezért van ennyi hangfal, meg izé, mert Különböző igények, különböző szituációk. Bezony, ha nem lenne, akkor rögtön ráugrana valaki, hogy na, akkor ebből csinálok egy jobbat, ami jobb ennél a hangfalnál, és akkor... Ugorjunk át a fülesekre, úgy sincs olyan ön nagy lista itt Annyira a fülesek. Fülösegteni... ha a bolond nem is őket visznek, nem tudnak szállítani, Ugye megjelent a fekete Ndh-30, Ndh-30-ról van egy kellemetlen update-em mostani videómba basszussal foglalkozom, ami majd csütörtök, jelenik meg megnéztem Ndh-30-om hm. most egy barefoot van nálam, egy Micromain 27 mert ugye a, a SCM25-öm hm. eladósorba került, és hát Nincs ott a basszusban, mint a hangfal, mint a Micromain 27, vagy mint az SCM. Mm. Nem, nem tökéletesen, szuper jó az NDA 30, tehát most se vennék mást, de mélyeknél lehet, hogy elővennék másik fejhallgatót, vagy, hang, vagy leginkább monitor hangfalon csekkolnék. Hát, tök furán szólt benne. Én amúgy egyetlen egy fülesen nem is dolgozni, pont, pont ebből kifolyok. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy lenne mellette minimum valami. Hmm, azért az NDH 30 on elég jó az nd 30 on nem tapasztalta olyat, én még ezeket hallottam, és én is tapasztaltam, hogy a másképpen áll tehát a másképpen áll. minden igaz. De az NDH 30-an hatványozottan, hogy teljesen más Tehát a nem úgy teszed föl, teljesen máshogy szól. És Ezért mondtam a erről szóló videómban is, hogy a fej alak, fejforma, meg ezek nagyon fontosak. Különösen a zárt füleseknél, de az NDH 30 ezek szerint ugyanebbe a kategóriába tartozik. És nem mindenki az NDH 30 mellett hmm. teszi le a voksát, de mégis úgy néz ki, hogy ez a legnépszerűbb felhallgató, és az emberek nagyon-nagyon elégedettek. Nem, szuper boldogok, tehát ilyen, és nem akarok hülyeséget mondani. Mi, mi a 20 ast én... használjuk a műsorokban, mert zárt, nagyon-nagyon uh, jó. Én azt, nekem, azt például nekünk, egy csomó kollégámnak meg nekem nem tetszett, de előbb beszéltem a fejformáról, tehát mm. hogy lehet, hogy az én fejemen... Hát nekem mert a zárt az fontos a műsorok miatt, ah, tudod. Abszolút. Jó. Tehát, hogy a 30 az mennyit ad? Uh, Na, jó fejhallgatók vannak, ott, ott NDH 30 torony magasan visz mindent, de ott annyi a megjegyzésem, hogy egyrészt érdemes kipróbálni másokat, mert van, van, aki nem az ndh 30 at veszi, illetve hát én nem akarom, tehát úgy tudom, hogy van az Audéznek is hazai képviselt, úgyhogy lehet, hogy el kéne elkezdenünk foglalkozni velük is. Az audéznek, nem az én világom lett, de nagyon jó hangfal, tehát elvittathatatlanul, nagyon jó. és a bejerek téren, most mi, ami, ami nagyon... nem a kollégák. De gondolom, ott a DT valami... Annyira örülnék egyébként, hogyha egy kollega itt lenne a szobában, és nem csak kint akkor az ilyeneknél ki tudna segíteni. Most, érted, mennyibe kerül az NDH? 30-150, mert nagyon sok embernek segítettem Szerintem 2-30 ezzel. körül van. Úristen. Az NDH 20-as 180. Szerintem nem senkinek nem segítettem, nem. Nem segítettem ezzel. Megnézem <laughs> mindjárt. Elhatok? Nézem. Szerintem ilyen 2-30 körül van a NDH 30. Én azt láttam, mintha az oldalunk lehalt volna, legalábbis amikor elkezdtünk hát, a műsort, akkor... Igen, most nem jön. Van, van, lassú, kicsit lassú. 227. Igen. Remek. Kettőt, hogy sztereó legyen, ahogy a Szilk mondta volna. 228. És akkor nagyon más kategória, mint a, a Beyer DT990 Pro. Itt a, itt a, kérdés. Nem, nem. Tehát ha hallgassátok meg, srácok, a fülhallgatót, a fejhallgatót, az, az, aki az online még... vásárol, az az nem érdemli meg, hogy jó mixet csinálj, mert akkor mire fog figyelmet fordítani, ha erre nem. Érted? A, tehát, hogy a, a Kovács Marci barátom mondott nekem egy valamit legutóbb. Ez egyik legnagyobb tanulás volt ebben az évben, hogy láttam egy ilyen nagyon lapos világítást videóhoz. Hmm. Hogy ez milyen jó, hogy nem ilyen cső, hanem ilyen tök lapos lámpa és ilyen széles, vagy mit, és mondom, küldtem a Marcinak, hogy ez milyen jó pofa. És azt mondta nekem, hogy figyelj, ha nem akarsz arra időt szentelni, hogy izégy, felrakjál egy lámpát, egy akármilyen lámpát, akkor mit vársz a produkciónak a többi mm. részétől? <kül> Tehát aki nem veszi a fáradtságot, hogy olyan hangfalon, meg olyan fülhallgatón dolgozzon, amire úgy érzi, hogy abba ő, az ő neki jó lesz, akkor a, 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 azért, akkor a, akkor a, kimenetétől, de. kimenetével a produkciónak de. se legyen ö, nagyobb elvárás. Fordítom, Ádám, mondani valóját, ezt mindenképpen gyertek be, menjetek el a boltba, élőben abz össze, mert ez még, még, szubjektívabb még a hangfalaknál is. A fejformából, biológiai kialakításból fakadóan, mert mindenkinek másképpen fog állni a fején. Fülkajló méret gondolom, ez, ez Fejforma, más. minden más. egészen elképesztő. Tehát ezeket a felhagatókat úgy tervezik gyerekek, hogy veszik az átlagot. Tehát, hogy a nagy átlagot. De egyébként minél kevésbé én átlagos a mm. fejformád, meg a fülkajlód, meg mit tenni, csak annál kevésbé lesz neked jó a többségnek jó fejhallgató. Tehát az ők is nagyon nagy sötétbe tapogatózáson, hogy ez hogy lehet jól megcsinálni. Ez a fülhallgató vagy fejhallgató fejlesztés, ez egy szűni nem akaró dolog.